De kéne a többi pók. Az utolsó simításokat végzik a csapatok a tutajokon. A legtöbben hungarocelt és petpalackot használtak az elkészítéséhez. Volt, aki az egyszerűségre törekedett, de akadtak olyan csapatok is, akik a látványra is nagy hangsúlyt fektettek. Tóth Botond és csapata magabiztosan nyilatkozott még a verseny előtt, most először indultak a megmérettetésen. Nyerni fogunk, az biztos. Valószínű fent marad a vizen, tegnap már tettünk egy próbakört, és fent maradt, igen. Nem csak a fiúk voltak vállalkozó szelleműek, találkoztunk olyan csapattal, mely csupa lányból állt. Ők négyen már tavaly is megmérették magukat. Tavaly is indultunk, és akkor elég jó helyezést éltünk el, ugye elsők lettünk a gyorsasági versenyben, aztán itt valamiért lecsúsztunk a második helyre, összességben. Aztán úgy gondolják, hogy ha tavaly sikerült, akkor talán idén is sikerülni fog. A szervező tanárok példát mutatva szintén beneveztek a versenyre, ráadásul még a rajt előtt tesztelték, milyen a víz hőmérséklete. A versenyt évről évre megrendezik, jó mulatságnak és csapatépítő programnak tartják. Alapvetően egy szórakoztató, a diákok közösségét összekovácsoló programról van szó. Feladat nagyon egyszerű, erről a partról szigetre kell eljutni, illetve visszajutni, és aztán a gyorsaság mellett a zsűritagok pontozzák a tutaj küllemét, a beadott forgalmi engedélyek és zöldkártyák szépségét, meg a csapatok lelkesedését is. A cél az volt, hogy jussanak el a túlpartig tutajukkal, majd pedig vissza. Akadtak azonban olyanok, akik nem a vízi jármű tetején teljesítették a távot. A szervezők minden eshetőségre felkészültek, de nem volt szükség beavatkozásra. Az idei 19. Robinson tutajversenyen mind a 9 csapat biztonságban kiért a partra.